Kedves vendégeink! A Déri Múzeum megújult állandó kiállításait bemutató sorozatunkban a debreceni aranyegyszarú patikát bemutató kiállítási egységhez értünk. Ezzel talán Debrecen más pontján is találkozhatunk, hiszen a patika eredetileg a volt Cegléd, ma Kossuth utcán található egyik épületben volt, először a Cegléd utca egyik oldalán, aztán átköltöztették a patikát a mai helyére is, hiszen a Sas utca, Kossuth utca sarkán napjainkban is patika üzemel. Ha közelebb fáradnak, akkor megtekintjük a kiállítás tárgyait és az érdekességeit. A patika egyik legérdekesebb tárgya, amíg nem kifejezetten a berendezéshez tartozik, hiszen nem patikai jellegű tárgy, de mégis meghatározó értékű ebben a gyűjteményben, az egy cégér. A falon látható cégér egy gyönyörű szép kovácsoltvas munka, középen egy aranyegyszarvú alakja tűnik föl benne, két oldalt az évszám, az alapítás évszáma, a patika alapításának az évszáma 1772, alul pedig egy gyönyörű szép kartusban maga a patika neve olvasható. A patikába miért értek be az emberek? Gyógyszerért. De azt is tudjuk, hogy ez az időszak az 1770-es évek vége, 1800-as évek eleje. Debrecennek nagyon jó nevű és nagy nevű patikusai voltak. Debrecenhez közeli kis településen, Hatházon dolgozott ekkor egy Földi János nevű orvos, aki a patikákba írta a recepteket a betegei számára, és aztán megdöbbenve tapasztalta, hogy a recepteket nem váltották ki az emberek. A bizalmatlanság a gyógyszerekkel szemben, inkább a régi bevált népi gyógyászatoknak a megmaradt elemeivel nagyon sokat küzdött a korabeli orvostársadalom, és hát ennek aztán a itt megjelenő tárgyakban is nagyon szép példáit láthatjuk, hiszen a patika felszereléséhez tartoznak olyan edények, amelyek még most is a korabeli különböző gyógyászati célú, hát számunkra most már furcsának tűnő anyagokat tartalmaznak. A legérdekesebb talán egy pata, amiből különböző anyagokat kivonva epilepsziás görcsök enyhítését lehetett elérni, és több minden mást dolgot. Ez egy jávor antilop, vagy jávor szarvasnak a patája. Ugye a Kossuth utcán található ez a patika, még napjainkban is a Sas utca, Kossuth utca sarkán, a színház mellett, és hát a színházból nagyon sokan jártak át a patikába, a színészek közül is jó néhányan ott voltak, különböző élénkítőszereket vettek, de az egyik legnagyobb sikere talán annak a készítménynek volt, amit hajdúsági bajuszpedrőként készített az akkori tulajdonos, és rengeteget forgalmazott belőle és árusított. Ez 1700-as évektől kezdődően még teljesen más felszerelése volt egy patikai laboratóriumnak. Itt is láthatunk ezekre szép példákat, hatalmas mozsarak, hatalmas lepárlóedények, grafitedények, különböző rézmozsarak az, amik alkották ennek a patikai laboratóriumnak a darabjait, és aztán az elkészült gyógyszereket, az elkészült gyógyításra használt anyagokat pedig a különböző kerámia edényekbe, illetve olyan gyönyörű üvegpoharakba, vagy üvegpohár jellegű darabokban helyezték el, ami ebben a vitrínben is látható. Ezekben még javarészt a akkori korabeli címkék szerepelnek fölírással, hogy milyen gyógyhatású anyagok találhatók bennük. Ami egy kicsit fricska is a patikusoknak, a Kossuth utcai temető felé menet, a református kollégium kántusa, annak a tagjai, akik a temetési menetben szolgálatot láttak el helyénekükkel, ritkán felejtették el, hogy a Kossuth utcán a temetőbe menet ne kezdjék el énekelni az egyik református éneknek egy bizonyos verszakát, amiben arról van szó, hogy halál ellen nincs orvosság. Ezt mindig a patika előtt kezdték énekelni, talán szándékosan. Mennyhárt József kutatásai alapján tudjuk, hogy legalább 4 vándorfestő, vándorművész alkotásaival találkozhatunk ezeken a fatáblákon. Különböző elemeket jelenítenek meg, az arisztotelészi 4 elem megjelenik rajta, a gyógyításhoz kapcsolódó ókori alakok visszaköszönnek, de ugyanígy megjelennek a kontinensek rajta, az évszakok megjelennek rajtuk. Mindenkit arra biztatok, akit érdekel patika, patika történet, régi szép tárgyak, berendezési eszközök, jöjjön el a Debreceni Déri Múzeumba, nézze meg ezt a 18. századból származó patika berendezést, és fedezze fel annak értékeit, kincseit, különlegességeit.